Ott hagytuk abban, hogy itt hagytuk abban. Alapvetően egy pár dolgot itt kicseréltem. Final boss segítő NPC-t ki tudjuk még oldani? Fú, nevermind, instrukciókat kérek. Még itt most kicsit játszunk, mert régen volt már, tehát mindjárt bemegyek, csak így. Szóval visszatettem ezt a Crucible Armort, illetve van ez a Gaius Graves, mert ez Holy Damage ellen elég jó. Nyomtam egy ilyet, hogy hát ez a Spear, ez segít. Ugye Golden Bride, ugye a Holy Damage Negation ugye a második fészben, ugye egy kis plusz atak, ez eddig is benn volt, meg ugye ez a Physical Damage Negation, ez is eddig is benn volt. Ugye ezt majd, ha kell, akkor használjuk, szóval, ja. Illetve áttettem ezt a Thorny Crack Tear-t, hát ha segít, hogyha tudunk consecutive attack-okat. Meglátjuk. Na mindegy, meg betettem egy Great Rune-t. Ugye ezt látjátok. Nem itt, hanem a izéné. Na mindegy, fönt ott látjátok. Mi ad egy kis plusz HP-t. Hát egyelőre bemegyünk anélkül. Hát bemegyünk még anélkül, abból az fogyóeszköz. Eddig jó. Oké. Jó. Jó estét, hagyjad leszarom. Köszönöm. Jó estét neked is. Azért vagyunk most itt, mert rég játszottam, és kicsit be kell melegíteni. Kicsit lehalkítom a gémet, mert nagyon hangos. Mit akartam? Oké. Okay. Azt mondja, hogy mi. Igen, emlékezni kell, hogy is játszottuk ezt, mert már nem emlékszem. Szerintem a Summon-t és a Physic-et a Second Phase-re hagyjuk. A Second Phase-ig el kell jutnunk komolyabb sérülések nélkül. Ahogy mondtam. Nem hangosítok magamon. Hangosíts te rajtam, Sedit Adri. Én nem hangosítok magamon. Ennyi. Úgy tértem vissza, hogy egyszerűen nem csinálom, amit mondatok. Kész. Ennyi.
Hagyjad leszarom, ez 200 IQ volt. Ez 200 IQ volt. Igyekszem. Még esetleg... valami eszembe jutott. Sose csináltuk egyébként. Summon az második fész. Mondjuk ez is lehetne második fész. Ezért kár volt. Mondjuk lehet, hogy rohadt sok van nekünk, mert ugye az, hogy itt 10-et ír, az szerintem annyi, hogy csak az inventory-ba annyi lehet. Nem tudom, mennyi van a storage-be. Soha nem zsíroztam. Azért mondtam, hogy soha nem használtuk. Na jó, menjünk-e akkor Tolierér. Mit kell? Megkennem a növényt? Igyak a nedvéből. Oké. Okay. Itt van valahol lent a rántásba. Az se igaz, hogy sose használtad. Hát szerintem a Scarlet Lotot nem használtuk. Most lehet, hogy mást igen, de... Hát, ha használtuk is nagyon-nagyon keveset. Egyszer már ittunk belőle, ugye? Úgy emlékszem. Hát igen, Sejt Adri, rég volt stream. Úgyhogy nincs a subon bot. Vagy a boton sub. De nem tudom, ezt is valaki úgy kipróbálta.
Hogy mi van, hogyha ebből iszok 6-szor? Vagy valahol ez le van írva? Ez a harmadik, ugye? Összesen a negyedik. Bár nem tudom, hogy az első számít-e. Oké. Meg kell állítanunk Mikelát. Azt mondta. Na, még egyszer. Szentrina, mi kell a hátrahagyott része? Jó, akkor ez ennyi? Vagy halljunk meg még egyszer? Még egyszer megnézzük. Kellett volna legyen Invade Toliétől? És hol kell legyen az invéd? Itt?
Hát esetleg megnézhetjük, hogy... Mi néz ki, mint Galadriel? Hát esetleg tudunk egy olyat, hogy nyomunk egy részletet. Hát megyünk máshova. Hello, stopsoros. Good day. Szép estét neked is. Nope. Hát itt nincsen. Nem jön az izé invade. Hát megnézzük hát, ha. Nope. Hát. Máshol pedig nem tudom, hogy hol lehet. Hogy hol akadt meg. Hát mindegy, próbálkozunk. Semmi baj. Azt mondja, a boss fight után. Nagyon optimisták vagytok.
Tényleg a első fészt meg kéne csinálni úgy, hogy úgy magunktól. Nem hagy békén. Hát, hogy én miért lettem Renato? Hát, tetszett a szüleimnek ez a név. Semmi különös oka nincs. Várjátok már egy percet. Bocsi. Meglepő esemény, Angliába esik. Ki látott már ilyet? Na, mit akarok? Nem craftolni akarok, miért? Nem cheezelünk. Láttam pár videót, hogy lehet dobálni, de nem. Olyan nem csinálunk.
Azért nem varázsolok, mert nem varázsló buildünk van. Ah, köszi Nevermind, mondom egyelőre így csinálgatjuk. Mondom, gyakorolni kell. Ha nagyon megunom, akkor elmegyünk csinálunk mást. Nem, mert nálad még... Ja, tényleg mondtad is, hogy nálad nem volt Phase 2. De az mi kell, hogy pont úgy staggerölt, hogy megölöd a Phase 1 végén? Vagy nem is tudom, valami bug volt, azt tudom.
Igen, ez a dash, ez egy... Ah. Na jó. Megvan a tax egyébként. És még most be se törtük a izét se a... Mondjuk elfogyott a healem, szóval... Az volt a fő gond. Na de ez lenne a taktika. Még egyszer. Olvasom én a csetet. De mi? Hol? Nem látom. Nem tudom, mire gondoltok. Ó! Oh, mégis. Assza meg. Van botja a subnak. Köszönöm, Sejtadri. Ha te voltál, gondolom te voltál. Köszönöm szépen. Na, fókusz. Ezzel nem tudom, mit kell csinálni. Kár, hogy nem mond semmit Radán, amikor megöl. Ja, jó lenne.
Galadriel? Hát és tényleg hasonlít rá. Hú, abból meg ki is jött a második évad. Csak meg kéne nézni. Tehát felé róloljak, amikor miután behúz. Oké. Majd legközelebb megpróbálom megint. Nem tudom. Tehát az tényleg, hogy behúz? Vagy onnantól, hogy behúz, akkor már esélytelen? Tehát lehet, hogy a behúzás ellen kéne valamit csinálni? Hát mit? Nem tudom.
Oh. Ó, oké. Értem, értem. Hát akkor előtte... Jó, oké. Tehát akkor nem szabad behúzzon, oké. Na. Ez a second phase, ez valami undorító. Tehát ez egy epilepsziás roham az egész. Nem megbántva az epilepsziás rohamot. Ay. Ja, még nem kellett a second phase-es item. Igen, értem, nevermind, ja. Csak... reflexek. Hogy jártam egy diszkóban? Hát én akkor jártam diszkóban, amikor még volt diszkó. Igen, voltam párszor. Hagyd már ab... Főtrák? Amúgy azt szeretem.
Értem, mire gondolsz. De ebből csak egy van. Várjál, egy skorpió, nem rák. Vagy az kell? Skorpió kell, nem? Void prone. Ja, tudom. Oké, ez. Mondjuk ez is. De látok, mert ebből csak egy van. Second phase, ez is. Mik felé fúzok? Hát az lenne a logikus, igen. De hát semmit nem tudok csinálni. Semmit. Annyit csináltam, hogy dodzsoltam, meg híleltem. Amúgy sok damage-et bevisz a mimik. Tehát az oké. Okay.
Golden, wow. Soha nem használtam. Mindjárt megnézzük. Az itt van valahol, ugye? Nagyobb a damage, az kétségtelen. Igen, csak önmagában ez... Negyvenöt szek. Már meghaltam, te barom. Már megállhatsz. Kétszer egymás után, érted? Sétatni nem fogunk megtanulni se dobolni, se táncolni. És nem akarom fejleszteni a ritmus érzéken, megmondom őszintén. Eldering Dance Spot Playthrough.
Na, az mondjuk menő lenne. Az igen, ez a baj, hogy ha tudom, hogy melyik atak jön, akkor... tehát... úgy nagyjából már ki tudom dodge-olni őket. Pont az volt, amiket még pont nem annyira. Igen. Jó, hát, na. Egyszer majd összeáll. Hát, erre csinálni egy gaming agentet? From Software nagyon örülne. De az biztos toplős, hogy érdekes lenne egy ilyen. Próbálkoztunk ilyennel. Hát csinálgattuk is ilyen Minecraft játszó ágenst, meg ilyesmit. Az a helyzet, hogy a játékfejlesztők nem nagyon díjazzák ezeket a dolgokat. Hát a, persze, hogy random. A első néhány frameből, hát kb. Ugyanazt lehetne egy ilyen egy AI modellnek betanítani, mint amit te is tudsz, hogy az első frameből már, első néhány frameből tudja, hogy milyen adag következik, mint hogy te is. Mert más nem tudsz, tehát ugyanaz az inputja, mint neked. Tehát amit látsz. Nyilván az, hogy milyen move jön, az random.
és ugye az eloszlás a lényeg, hogy milyen valószínűséggel jön egy move. Mondjuk egy erősebb attacknak kisebb a valószínűsége. Ez meg sem történt. Tehát random persze, hogy milyen move-ok jönnek. Ez a lényege. Hogyha nem random lenne, akkor kurva unalmas lenne a játék. Tehát hogyha lenne egy megszokott sorrendje a atakoknak, akkor... Hogy a kép analizáláson sok a delay? Nem gondolnám. Hát meg mi a sok? Azt láttátok? Sikerült kidodzsolni. Most nem. De érted? Megáll, nem tudok dodge-olni, mert heal-el, de interruptolja a heal-t és megöl. Agyfasz. Nem, amúgy jó challenge lenne. Tényleg egy jó... Nem is kéne feltétlenül bonyolult AI modell, egy ilyen döntési fa is elég. Mondjuk az kurva unalmas. Már egyszerűbb valami... Hát nem egyszerűbb, de valami izgalmas ilyen... Reinforcement learning vagy valami. Úgyban meg... Nem ezt akartam. Semmi baj. Próbáltuk a tiszt, az a baj a tiszsel, hogy nagyon hamar meghal. Tehát, hogy olyan gyorsan fogy el, meg nem tudja bevinni ezt a Dark Blade-atak, vagy mi az? Tudjátok, ami leviszi a... Na azt, a HP-t. Nem Dark Blade van, annak valami neve, csak nem jut eszembe. Az oké. Okay. Jó.
promise you, a 1000-year voyage guided by compassion. Király. Nem tudom. Akkor rohangálunk, mint egy hülye. Amúgy. Stopsoros, ez jó. Köszönöm a csírt cserét, Adri. Hát nem tudom. Igen, azt néztem, hogy fönt vagyunk elég magas szinten. Igen, 20 és 10 a maxia. Tehát... De nem ezen múlik, amúgy. Thank you.
Hát a sebzése nincs gond. Igen, lehet, hogy sok damage-et kapunk be. Mondom, ezért vettettem fel ezt a Holy Damage Negation-ös cuccokat, amennyire lehet. Ami javult is a helyzet egyébként. A second phase-ben nem kapunk annyit Holy Damage-et. Holy, holy.
Hova ment? Oh shit. I promise you a 1000-year voyage guided by compassion. Fasza. Na most... Your thoughts be only of love. Oh, man. Meghalt. Meghalt. Oh, shit. Ez egy meglepő... meglepő halál volt. Meghalt. Ennyi. Amúgy ez a DLC könnyű nagyon. Az könnyű. Viccelek. Ez mi az össz? Föl kellett volna venni a Grace-t előbb, nem? Na mindegy. Circlet of Light. Okay. Király. Na, nézzük meg, hogy arra mi van. Meg hogy úgy amúgy itt mi van. Semmi nincs erre. Hmm.
Hát jó. A szeretet? Ja, lehet, hogy az. Igen. Felbuffolt. Vagy a gravitáció. Ugye? Mint az Interstellárba. A gravitáció az új szeretet. Jó, hát akkor itt nincs semmi. Nem tudom, hogy így az ending kapcsán bármi egyéb van-e. Jó, akkor nézzünk el a Sentrinához. Szingularitás? Ó. Sentrinas Blossom. Nagyon cuki. Full Galadriel. Így van. Oké. Okay. Na. Hát nem azt mondom, hogy nincs még itt mit csinálni a DLC-ben. Még van egy kis időnk. Úgyhogy... akár megnézhetnénk az egyik boss, mi maradt ki? Szerintem csak a izék, a Furnace Gólemek. Meg a Galadriel. Hagyjad leszarom, ez 10 per 10. Szóval szerintem csak ezek maradtak ki. Dancing Lion másodjára. Másodjára. Hol? Vissza? Ugyanott vagy? Vagy hol? Ó, oh, hol a p***be volt az? Rauruin tetején. Ó, oh, várjál. Igen, ezen a részen eléggé csak átszaladtunk, amúgy. Nézzük meg ezt a Furnace Gólemet. Szerintem meg fogunk halni. Várjál. A forgóz... nem tudom. Nem, annak annyinak kell maradni. Nem nehéz, csak ugrálni kell. Uh-huh. Háromszor ke... oké. Okay. Eddig jó.
1. Semmi baj. És hol kell megbökni itt, ugye? Szomorú. De meghalt. Jó. Akkor hol van? Páncélozott, azt tudom, az dobálni kell föntről. Na akkor merre menjünk? Nézzük végig a Raút. Rau Ancient Ruins East. Jó. Mondom, itt nagyon csak elszaladtunk. Mármint nyilván úgy, hogy végignéztük valamelyest, de nem... nem 100%-osan. Hát, amúgy itt a szintlépés az csak jelképes. Jobbra lesz forgó szél. Ez nem volt fake news. Okay. Szerintem voltunk erre. Milyen liftig? Ah! Ez egy lift. Visszaküldöm, nehogy... menjek vissza.
Ja, a lift, mert... Lift mellett jobbra kellett volna leugrani. Akkor itt most balra menjek ki. Itt ugorjak. Oké. Ezt be kéne aktiválni, nem? Jobbra van fragment. Hogy mi? Talisman of all crucibles. Grants effect of all crucible talismans. Oké. Micsoda, milyen lyuk? Mi? Hol? Volt tovább?
Oké. De hol van itt akkor a fragment? Fake news. Nincs más. Ja, hogy ott, azon a hullán. Hát nem tudom, hogy oda-vissza tudunk-e menni. Megpróbálok. Fast travel? Egy csirkeláb. Ezt vettük most fel. Kiderül. Nem baj. Fölvettünk egy talizmánt. Az is valami. Jó. A boss 10.05 lesz? Meglátjuk. Ezerőt eladó a boss. Jó, lemegyünk a lépcsőn. Okay. Ez tényleg egy rohadt nagy lépcső. Igazad szólt. A Grace-nek a neve. De és hova kell menni?
Ugorjak le. Azonnal. Csak ha már itt vagyok. Megnézzük, hogy erre mi van. Ó. Itt valaki megpihent. Itt hagyott egy kis kalkulust. Egy kis jó Riemann integrált. Igen, a damage-ben volt egy pici delay. Bár csak emlékeznék, hogy itt mi volt. Ó, hogy a békák. Baszott békák. Oh. Na jó van. Most azt fogjuk csinálni, hogy kifasunk magunkból annyi damage-et, amennyit csak tudunk. Elmondanám. Minél hamarabb ki kell végeznünk. Úgyhogy... Lehet, hogy sokat nem számít, de nem baj. Jó. Hát az a baj, hogy... Hát ez is jó. Ja. Oké. Okay. És akkor mit akartam? Valamit még akartam. Mindegy. Az a baj, hogy nem sok mindent tudunk csinálni, ugye, hogy nincs a közelbe Grace. A build az teljesen rendben van.
mellé. Oké, a terv nem sikerült. Jó, akkor lehet, hogy tényleg kéne a fókuszra is adni, nem? Ugye az, ami a Blight ellen... Vagy immunity? Immunity vagy fókusz? Sose tudom. Vagy egyek Blight bogyót. Mondjuk az is egy jó terv. Pont van 10. Heal nem is kell. Nem tudom, mi van. Beragadtam. Mimik is... Ah, oh, van szemem tényleg. Hát... Ezt azért csak megpróbálom anélkül. Na jó, most már komolyan vesszük. Lehet, hogy ki is veszem azt a Scar Seal-t, vagy mi a neve. Amiatt kapunk ennyi damage-et. Lehet, hogy ez az item itt nem is ér semmit egyébként. Már a DLC-ben. Jobb, az volt bent. Hát... Sleep Madness... lehet, hogy a Blight ellen nincs is semmi.
Hát mindegy. Jó így. Nem rossz, ami még csak... nem ezt azért megpróbálnám anélkül. Van itt, mennyit minden, minden. Na, ez volt a terv. Eredetileg. Oké. Hát a greed, de olyan értelemben greed, hogy ilyen taktikai greed. Oké. Taktikai greed. Na mindegy. Itt még lehet lejjebb ugrani? Jó. Fogunk. Mindenképpen. Viszont ma meg kell állnunk, az a helyzet, mert már meg kell állnunk. Folytatjuk majd innen, mert itt még a apraját ki kell takarítanunk.
Úgyhogy a héten még szerintem egy Elden Ring stream akkor lesz. Okvetlenül. Menetrendet látjátok. Aki látja, meg lehet nézni. Úgyhogy innen folytatjuk.